A legtöbb hívás karcagról, mezőtúrról, szolnokról, kisújszállásról, turkevéről és beregfürdőről érkezett, de jász kíséren kenderesen, kunmadarason, tiszafüreden, tiszaigaron, tiszaörsön és tiszaszőlősön sem maradtak munkanélkül a tűzoltók. A legtöbb esetben az egységek kidőlt fákhoz, meglazult tetőcserepekhez és tetőszerkezeti elemekhez vonultak. Mezőtúron a kórház udvarán dőlt ki egy fa, amely megrongálta az intézmény kerítését. A városban egy közlekedési jelzőlámpa tartó oszlopa is megdőlt a szél hatására, illetve a városi rendőrkapitányság tetőszerkezete is kisebb kárt szenvedett. Kisújszálláson a városi könyvtár tetejére dőlt egy fa, melynek során a híjazat és a csatorna is megsérült. Kenderesen a régi trafóház tetejét bontotta meg a viharos erőségű szél. Szolnokon a megyei kórház mosoda épületére dőlt egy nagyméretű méretű platánfa, melyet a helyi tűzoltók magasból mentő segítségével több órás munkával tudtak csak eltávolítani.